Bizonyos értelemben maradunk a művészeteknél, mert hogy készült egy kiállítás, illetve egy projekt, hogy pontosan fogalmazzak, a mesterséges intelligencia segítségével. A témában itt van két vendégünk, Havasi Kinga, a Café Communication Senior Copywritere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És itt van velünk Erdődi Viktor is, a Blind Journey projekt résztvevője. Jó reggelt kívánok! Na, egy nagyon izgalmas projekt készült, amelynek segítségével azt szeretnék a nézők számára megmutatni, hogy hogyan látnak a vakok? Talán ezt képletesen jól fogalmaztam meg? Inkább azt szerettük volna megmutatni, hogy hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot a vakok, és ennek kerestünk egy módot, hogy ezt hogyan tudnánk megmutatni. És a jelenlegi helyzetet, vagy hát a körülöttünk lévő dolgok, folyamatosan beszélünk a mesterséges intelligenciáról, tehát tényleg a mindennapjaink része, még ha nem is gondolnánk, hiszen mondjuk egy fordítóprogram is ezen alapszik, de egyébként meg egyre komolyabb és egyre összetettebb dolgokat képes már megcsinálni, akár kreatív alkotásokat is létrehozni, és akkor így került ez nálunk szóba, hogy reklámügynökségként mi is különböző projektekben már használtuk a mesterséges intelligenciát, és szerettünk volna egy olyan módot találni, vagy egy olyan projektet, ahol nem csak azt, tehát hogy egy valamiféle társadalmi jóra, vagy olyan dologra is tudjuk használni, hogy a társadalom számára szemléletformáló üzenet talán. Ez mondjuk izgalmas abból a szempontból is, hogy járunk-kelünk a városban úgy, hogy nekünk teljesen természetes látóknak, hogy elmegyünk dolgok mellett, mert hogy mindig ott van. Egy vakember nyilván teljesen másképp érzékeli azt a dolgot, ami ott van. Egyrészt jó támpont, másrészt pedig hát el kell képzelnie, hogy mi az a támpont, amihez ő ragaszkodik, amikor egy adott útvonalon közlekedik. De egy zeneszerző, mert hát Viktor az, egy zeneszerző másképp érzékelheti, mert a zajokkal is közelebbi kapcsolatban van talán? Érdekesebb van ez a kérdés, mert a zeneszerzés az egy külön világ, és a zajok az megint külön világ, a zajok néha nagyon tudnak zavarni a látót is, meg a nem látót is, a vakot is. Nyilván én másképp figyelek a hangokra, csak a vakság miatt eleve. Most az, hogy zeneszerző vagyok, hát az az én választásom, meg az életem nagy szenvedélye. És ugye gyakorlatilag ez lehet, hogy egyszer előkerülhet olyan, hogy mondjuk egy zenei projektbe természeti hangok kerülnek bele. Éppen most egy kedves barátom mesélt egy eszközről, hogy nagyon jól lehet vele felvenni zajokat. Ez még annyira nem érintett meg ez a dolog a zeneszerzés tekintetében, de ki tudja, egyszer még ez is megtörténik. Hát a kortárs zene az használja a zajt, úgyhogy nem lenne tőle távol. John Cage például, igen. Hogyan készült, vagy hogyan komponál ilyenkor például egy zeneszerző, amikor viszont a mesterséges intelligencia segítségével egy képet, egy festményt kell létrehozni? Milyen utasításokat adtak például neki? A zeneszerzésnél ott még annyira mesterséges intelligenciát én nem szeretném bevonni, mert kipróbáltam egyébként, nagyon gumi. Tehát nagyon. Megmondtam neki, hogy milyen tempó, milyen hangnem, milyen hangszerelés, de őszintén szólva, a zeneszerzés az a művészet, ahol a legnehezebb lesz. Inkább az utómunkában majd, tehát amikor javítani kell a zenét, keverni kell, ott lehet szerepe a mesterséges intelligenciának, de magában a komponálásban ott sokkal inkább az akadálymentes zenei szoftver az, ami segíthet, meg a zeneszerzőnek a tudása, hogyha nem lát, tudjon hangszerrel játszani, billentyűsökön, és ismerje a zenének a törvényeit. Tehát itt még annyira nem jön be a mesterséges intelligencia, aztán lehet, hogy egyszer eljutunk oda, hogy megadok egy szöveges sziptet, és úgy ír, de hát igazából a zene egy olyan művészet, ami nagyon az énről szól, nagyon az emberi lélek legmélyéről. Nem hiszek abban, hogy ezt az mesterséges intelligencia megtudja. Átvitt értelemben a képek születésénél hogyan működött a folyamat? Mi egy Midjourney nevű programot használtunk, ami szavak útján képes képet alkotni, és az volt a folyamat, hogy megkértünk minden alkotót, aki ebben részt vett. Ők egyébként a kézzelfogható alapítvány támogatottjai voltak. A kézzelfogható alapítvány egy olyan alapítvány, aki művészetterápiai programokkal segíti a vakok és látássérülteknek a társadalmi integrációját, és ezért egy ilyen szuper kapcsolat láttunk, hogy ők már amúgy is affinisek arra, hogy művészeti alkotásokat hozzanak létre, akkor az ő kezükbe adjunk egy olyan eszközt, amit bár teljesen más módon tudnak valamilyen művészeti alkotást létrehozni, mint korábban, és úgy véltük, hogy ez a Midjourney program, ez alkalmas arra, hogy vakok, akik születésüktől kezdve vakok, vagy születésüktől fogva vakok, ők életükben először sík, kétdimenziós, klasszikus képeket tudjanak alkotni az elmondásaik alapján. Majd de jó lenne egy ilyen városban élni. Nézem ezeket a képeket.
Hát mondjuk ebben nem élnék. Ez egy kicsit, ez egy kicsikét ijesztő lenne. De hát vannak olyan képek, amik sokkal szebbnek mutatják a környezetünket, mint amilyen az valójában. Milyen érdekes. Igen, egyébként ezt is szerettük volna, vagy ez is mindenképp célja volt a projektnek, hogy bemutassuk azt, hogy a vakok képzeletvilága nagyon is élénk, és attól, hogy ők nem feltétlenül úgy érzékelik a világot, vagy úgy látnak, ahogy mi látunk, attól ez nem jelenti azt, hogy az, amit ők érzékelnek a világból, az kevesebb lenne. És egyébként azért a közlekedést választottuk ennek a témájául, hogy azért a közlekedéssel kapcsolatos képek születtek, mert azon túl, hogy szerettük volna ezt bebizonyítani, hogy milyen izgalmas a vakok képzeletvilága, szerettünk volna egy olyan közös pontot találni, ahol a vakok és a látók találkoznak egymással, és ezáltal a látóknak is olyan támpontokat adni, hogy esetleg miben, hogyan érdemes fordulni a vakokhoz, hogyha az utcán találkoznak velük, vagy segítségre. Viktor, jó volt ebben lenni? Nagyon jó volt ebben lenni, azt kell, hogy mondjam, mert... Ugye nekem a főművészetem a zene, viszont a képzőművészet nagyon is tud érdekelni. És ez annyira így volt, hogy nyáron részt vettem egy táborba, évek óta tanítok zeneszerzés gyerekeknek, egy tábor keretében, és csontvári képekről, ma az idén ez volt a téma, a vezetőnk kitalálta, hogy akkor csontvári művészetéről, ő nagyon sokat beszélt nekünk Csontváriról minden nap ilyen kis koncertek keretében, és akkor azt mondta, hogy hát az én dolgom az lenne, hogy a gyerekekkel, akiknek zeneszerzést tanítok, csontvári képekről írjanak zenét. Na hát ezt egy vaknak ezt mondani, de én persze úgy voltam vele, hogy na, hát lássuk. Tehát elég jó ismer engem ez az illető, és tudja, hogy nem fogom azt mondani, hogy ez engem nem érdekel. És a kérdésre, Egon visszatérve, nagyon jó volt ebben részt venni, mert egy más művészet, és ugye a mesterséges intelligencia segítségével, és hogyha a jövőben ez még jobb lesz, akkor azt hiszem, hogy talán mi is lehetünk képzőművészek. Na most például a zene és a képzőművészet, ha találkozik, az aztán egy nagyon érdekes dolog. Az ütős tartalom, erre szokták mondani. Megnézzük, hol lehet ezt látni? Az Akvárium Klubban, az Erzsébet téren egészen március 10-ig, és Viktorén kívül még 6 alkotást lehet megnézni Budapest különböző forgalmas csomópontjairól. Mindegyik kép ki van egészítve azzal, hogy milyen kulcsszavak alapján és milyen élmények alapján készült. Ez volt még nagyon izgalmas, érdemes emiatt is megnézni. Igen. A képeket, hogy miből mi születik. Nagyon szépen köszönjük. Havas Kinga, Erdődi Viktor, nagyon szépen köszönjük mi is.